Ma is virult a kert, s érte a hálaszó, kizeng a dalodból flótázó rigó. Mámoros szólamod, revíred is védő, s földivel az égi benne összeérő. Esti rigó dal címmel jelent meg Böhm András legújabb verses kötete. A lábodi író 1943-ban született Kaposváron. Az akkori orvostudomány nem tette lehetővé, hogy természetes úton szülessen meg, ezért fogóval segítették a világra, melynek következményeképpen olyan súlyosan sérült a központi idegrendszere, hogy tolókocsiba kényszerült. Miután szülei meghaltak, öccséhez költözött Lábodra. Azóta ezen a településen éli mindennapjait. Versírással és festéssel tölti idejét Böhm András, akinek legújabb könyve tavasszal jelent meg. Aranyvesszők, karcsú nyírfák, égeresek, kuszaindák, megfogtatok. Fenyvesek, borók a sátrak, a zapföld, hol szarvasok jártak, nem eresztenek. Ördöggyűrűt kerítenek szívem köré az őzek, s csendhálót szülnek fölém az estek. Böhm András önmaga illusztrálta verseit a kiadványban, amelyeket több száz közül válogatott ki. Szavai erőt adóan jutnak el mindazokhoz, akik hallják, értik az üzenetet hordozó emberi szót. A költő így ír munkásságáról. Munkáimra hajló alázattal igyekszem valamit visszaadni mindabból, amit én kaptam. Nagyrészt a természet megismerésével, amire öcsém és barátaim jóvoltából bőségesen volt módom. Elég csak rágondolnom, hogy körém álljon illatával, neszeivel egy-egy ünnepélyes bükkös, madárdalosabb cseres, tölgyes, vagy egy csalános, bodzásszélű akácos. Már is velem minden tücskük, bogaruk, többnyire néven nevezhetően. Az Esti rigó dal című kötetet a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete támogatta, és Kaposvár megyei jogú város közgyűlése adta ki.